néhány élettani dolgot összeszedtem a meccéssel kapcsolatban. Az első és legfontosabb gondolat az ez. Ez egy idézet Európa egyik legnagyobb meccőmesterétől, dr. Gonda Istvántól, ami úgy szól, hogy a következetten rossz meccési szemlélet is jobb, mint az állandóan változtatott stratégia. Ugyanis a meccés egy kicsikét túl van misztifikálva. A meccés az egy baromi egyszerű, nagyon könnyen számszerűsíthető dolog, és nincs benne semmilyen művészet, alapelvek vannak, amiket érdemes betartani. A meccési stratégia az semmi más, mint a kívánt koronaforma következetes megtartása. El kell döntsük, hogy mit akarunk. Egy sudaras orsó koronát, egy vázakoronát, és az első perctől kezdve a oltványok koronában meccésétől kezdve egészen az ültetvény élettartamának a végéig következetesen kell magunkat tartani a kívánt koronaforma eléréséhez, illetve megtartásához. Egy példát hagy mondjak, a faiskolánk mellett egy 5 kilométerre van egy 4-5 hektáros szilva ültetvény, zömében Topen plusz fajtával. Egy apa-fia páros műveli a kertet, és hát nem nagyon egyeztettek egymással. Az öreg még a régi iskolán szocializálódva azt mondta, hogy már pedig itt katlan koronát fogunk kialakítani, csak ezt nem beszélték meg. 5 méterszer 2 méteres sor- és tőtávolságra telepítették el az ültetvényt. A 2 méter az a katlan koronának iszonyatosan kevés, viszont egy sudaras orsó koronának jó. Koronás oltványokat vásároltak, gyönyörű oldalvezérek voltak, hosszú vezérvessző, apa ment metszeni, kivágta a vezéreket a fából, és elindított egy katlan koronát. Ebből lett a baj, mert a katlan korona 2 méteres térállásban nem tartható bent. A következő évben pedig azt mondták, hogy jó, akkor nevelünk egy új vezért, felhúzunk egy oldalvezért, kikarózzuk, de az már sosem lesz olyan. Tehát nem beszélték meg egymással a stratégiát. El kell dönteni. Sudaras orsó koronát akarunk, vagy katlan koronát akarunk. Mondjuk az alma elég hülyén néz neki katlan koronát, tehát almánál egyértelműen sudaras orsó koronákat alakítunk, sőt a cseresznyének, megynek, szilvának is jól áll. Viszont vannak olyan fajok, mint az őszi barack, vagy a kajszi barack, ahol lehet ugyan kialakítani sudaras koronát, de nem mindegyik fajtánál. Sokkal egyszerűbb, hogyha a sudár nélküli katlan, vagy váza koronára, vagy kehely koronára neveljük azokat a fajokat. És ugye vannak az alakfák, a kombinált koronák, de az meccési szempontból annyira nem érdekel minket. Tehát stratégia, kívánt koronaforma elérése és fenntartása az első perctől egészen a fáknak a kihúzásáig. A taktika elsősorban ettől függ, a rügyterheléstől és a hajtásnövekedésnek a mértékétől. Vegetatív állapotban van a fa, vagy generatív állapotban van a fa. Ismerni kell a fajtának is a jellegét, és ahhoz sokat kell metszeni évről évre, hogy tudjuk, hogy minek mi áll jól, milyen fajtának milyen meccés áll jól, de az alapigazság. Profi metsző mestereket látok, hogy nekiesnek a fának, úgyhogy nem néznek szét az ültetvénybe. Tegyük el az ollót, akárhogy viszket a kezünk metszeni, és nézzük meg, döntsük el azt, hogy milyen állapotban van a fánk, vegetatív vagy generatív. Az ültetvény minden fája ugyanolyan állapotban van, vagy sorokon belül, vagy ültetvényen belül vannak eltérő részek, erről fogunk beszélni. A másik, ugye megkülönböztetünk alakító meccést és fenntartó meccést, az alakító meccés az addig tart, amíg el nem érjük a kívánt termőfelületet. Szűkebb sor- és tőtávolságnál ez extrém esetben egy év is lehet, nagy térállásban mondjuk egy 6x4 méteres sor- és tőtávolságnál viszont 4, akár 5 évig is elhúzódhat ez a folyamat, ami kialakítjuk folyamatos meccéssel, hogy a fák kitöltsék a teret, termőre tudjon fordulni az ültetvény. A fenntartó meccés pedig a kialakított termőfelület termőképességének a folyamatos fenntartása, úgy, hogy a korona ne kopaszodjon fel, úgy, hogy még megfelelő mennyiségű, de megfelelő minőségű is legyen a meccésünk, tehát nincs másról szól, mint a korona folyamatos megifjításától. Természetesen fajtától függ, alanytól függ és térállástól függ. Egy
106-os alanyú alma esetében, egy erős növekedésű alma esetében, ha mondjuk 5 méterszer másfél méteres a tőtávolság, akkor az alakító meccéssel gyakorlatilag 2 év alatt végzünk, és onnantól már csak fenntartó meccésről beszélünk. Nagy térállás esetében 4 évet igénybe vesz az, hogy mikor állunk át a fenntartó meccésre. Hogy néz ki az alakító meccés? Mert rajzolgattam. Mondjuk kiindulunk egy suhángó oltványból, az koronába kell mecceni. Tehát az első meccésünk egy suhángnál, megyünk és 2500 fát egy 2 óra alatt le tudunk mecceni, mert mindegyiket koronába meccük. Hogy? Milyen mértékben? Nagyon sokan elültetik a fát, nem vágják vissza a suhángot. Az nagyon nagy hiba, hiszen meccés nélkül nincs növekedés, meccés nélkül nincs elágazódás. Ugyanis ez a csúcsrügy növekedési hormont termel és gátolja az alatta lévő része kihajtását. Ha a csúcsrügyet kikapcsolom, magyarul levágom, akkor indulhatnak meg a suhánga alsó részében lévő rejtett rügyek. Milyen magasan vágjuk vissza, azt szoktam mondani, a kívánt korona magasság az alsó vászkarokat, ha én 90 centire akarom tenni, akkor 90 centi plusz 6-7 rügy magasságba vágom el a suhángot. Hogyha 70 centire kell, akkor 70 cm plusz 6-7 rügy, ugyanis az egyik rügyből lesz egy új vezérveszőm, alatta ki fog jönni 2 vagy 1 vagy 3 csúnya konkurens vesző, amit úgy is kiszedek, és alatta marad 3-4 koronavesző, amire később tudok építeni. Így néz ki a második évem. Egy sudaras korona alakításánál mindig arra törekszem, hogy oldalnézetből nagyjából egy háromszög alakba be tudjam kényszeríteni a fámat. Minden, ami ez ellen dolgozik, erőteljes vezérkonkurensek, vízhajtások, erőteljesen feltörő koronarészek, azt vagy csonkkal, vagy tőbből eltávolítom, egészen addig, amíg a fán megjelennek már a termőrügyek, mert onnantól kezdve nincsen, hogy termőre meccés, olyan van, hogy termőre fordulás. Azt mutatja a fa, hogy mikor van elegendő hajtásnövekedés, mikor van elegendő termőrügy, ahhoz, hogy termőre fordítsuk. De mondjuk, ha beteszem a fákat egymástól 4 méterre, mi történik? 4 évet szenvedek, hogy összeérjenek a fák, hogy kialakuljon a termőfelület. Érdemes intenzifikálni és egy picit sűrűbben telepíteni, mert akkor 2-3 év alatt meg vagyok a koronalakítással, és onnantól kezdve nem lyukakat fogok permetezni az ültetvénybe, hanem összefüggő növényfalam lesz, amit tudok ápolni. Mit kell fenntartani az ezután következő fenntartó meccés során? Semmi más, mint a termő egyensúlyt. Elég nehéz belőni azt, hogy mit jelent az, hogy termő egyensúly. A fában mindig kell egy egészséges mértékű folyóévi hajtás növekedés. Törpe alanyú almánál ez a normális mérték, az egy 20-30 cm-es, nem kell több. Ha már 50-60 cm-t nő egy M9-es ültetvény 1 évbe, az erősen vegetatív jellegre hajaz, nehezen fog termőre fordulni. Mindig legyen, 106-os almánál kell egy 50-60-80 cm éves vesszőnövekedés. Csonthéjasnál, szilvánnál, megynél, cseresznyénél akár 1 méteres is még egészségesnek tekinthető. És kell megfelelő mennyiségű termőrész ahhoz, hogy én termőre tudjam fordítani a fát. Tehát mikor azt látjuk, hogy a központi tengelyen gyönyörű 2 éves részek vannak dárdával, nyárssal berakódva, az a legszebb látvány. Ha előregedett részeket látunk, amiből már 1 méter kopasz, akkor már egy erőteljes ifjító meccés szükséges. Tehát mindig kell, hogy legyen éves veszőm, 2 éves veszőm, 3-4 éves termőgajazatom, és ami 5 évnél idősebb, arra érdemes ferde szemmel tekinteni, mert ha nem kezdek el időben ifjítani, akkor bekövetkezik a termés perifériára szorulása, bekövetkezik a fának az előregedése. Kicsit nézzük meg azt, hogy mi az, hogy vegetatív állapot, generatív állapot, mi a termőegyensúly. Mit kell csinálni? Üvölt az egy ültetvénybe, talán mutatok egy képet. MM106-os erős növekedésű alma korona felső rész. Ha mi erre ránézünk 100 méterről, látjuk azt, hogy ez egy erősen vegetatív állapot. Mindenhol csak a világos zöld vitorlákat látjuk, lombfalat látunk, almát alig látunk. Hol ezzel a probléma? Ugye nem tűzifát akarunk termelni, hanem gyümölcsöt akarunk termelni.
Minden egyes hajtáscsúcs növekedési hormont termel. Auxint, indolecet savat termel, és a magas növekedési hormon szint az a virágrügy képződési folyamatok ellen dolgozik. Tehát ha egy fa ilyen vegetatív irányba egyszer elszabadul, onnantól kezdve a termőképessége rohamosan zuhan, nem tudunk rajta termelni. Ezt a folyamatot megelőzni kell, vagy ha bekövetkezett, akkor vissza kell fordítani. Visszamegyek erre a képre. Tehát ha azt látjuk, hogy nekem egy almafa minden részén alul felül másfél méteres vízhajtás erdő van, az éves vesző növekedésem nagyobb, mint egy méter, nincs rügyberakódottságom, kevés a rügy, akkor ez egy nagyon csúnyán vegetatív állapot. Ez nem jó. A másik, ha csak termőrügyet látok, és nincsen éves vesző, az egy erősen generatív, leöregedett állapot. Mit lehet ilyen esetben tenni? Sokan neki esnek ilyenkor a fának, vágjunk le mindent, jó, vágjuk szájba, nem jó. Még nagyobbat fog reagálni az ilyen fákat, csúcsrügyzáródás után zölden, csúcsrügyzáródás után 2-3 héttel nyáron kell nagyon erősen megmetszeni. Ez a nagyon erős metszés akár a teljes lombtérfogat 30%-ának az eltávolítását is jelentheti. Egy ilyen nagyon generatív, leöregedett fának egy nagyon erős csomkoló téli metszés kell, plusz tápanyag, plusz víz, hogy egy erős növekedési hullámot váltsunk ki, hogy legyen mindig elegendő évesvesző, ami a következő évbe berakódik, 2-3 évig termelek rajta, utána megint csunkolom és megint vágok. Itt egy erős téli metszésre van szükség. Ez a termőegyensúlyi állapot. Egészséges mértékű évesvesző növekedés, hajtásnövekedés, megfelelő mennyiségű termőrüggyel. Teljesen mindegy, hogy nyáron metszem, teljesen mindegy, hogy télen metszem. Az termőegyensúlyi állapot, az okozza a legkevesebb problémát. Ugye erről beszéltünk, a magas auxin szint, a magas növekedési hormon szint, az gyakorlatilag halála a termőképességnek. Nézzük meg ezt a felvételt. M9-es alanyú szuperkarcsúorsó, karcsúorsó ültetvény. 3 méter 80 x 0,80 cm-es sor és tőtávolsága. Rajzoltam oda egy háromszöget. Háromszöget mindenhol lehet rajzolni, de ezek a fák valójában oldalnézetből háromszög alakúak. Mi ennek a lényege? Szeretjük a háromszöget? Nem. Ez a gula forma, ez a gula alak biztosítja egyrészt a napfénynek a legjobb bejutását a korona belsőbe. Ugye ez fontos gyümölcsnek a színesedése szempontjából. Sárga almánál tök mindegy, mert nem kell a fedőszín. Viszont a piros almánál kell a napfény. Ugye a gyümölcsnek a színét egyrészt a legalacsonyabb éjszakai és a legmagasabb nappali hőmérséklet különbsége alakítja ki, tehát minél hidegebb van éjszaka, minél párásabb a hajnal, minél melegebb van nappa, annál jobban színesedik az alma. Az is megfigyelhető, hogy tóparton lévő ültetvénynél, ahol magasabb a páratartalom, sokkal könnyebben színesedik az alma, vagy a víztározó környékén mindig színesebb az alma, mint egy kilométerrel odébb, mert nagyobb a napi hőingás, tehát azt teszi rá a színt, viszont a napsugárzásnak is jelentős szerepe van. Miért van még a napsugárzásnak nagyon komoly szerepe? Egyedül egy dolog van még ingyen, az a napfény, a napsugárzás. És a rügydifferenciálódáshoz, a termőrügyek képződéséhez nagyon sok fényre van szükség. Egy leárnyékolt koronarész az általában vagy árnyékhajtásokat hoz, ami nem tud beérni és télen elfagy, vagy egyáltalán nincsen hajtásnövekedés és termőrügyképződés, és az árnyékban lévő részek gyönyörű szépen felkopaszodnak, improduktívvá, értéktelenné válnak. Ezért fontos, hogy fenntartsuk ezt az állapotot, ezt a koronaformát, és legyen megfelelő mennyiségű éves vesző növekedésem. Ezeknél a fáknál nem kell több évente 30 cm növekedésnél, mert a tőtávolság az meglehetősen korlátolt ebbe a 60-80 centibe. Ez ugyanaz, csak egy erős növekedésű alanyon, mondjuk 5 méterszer 2 méterre telepített MM106-osnál,
Itt is érdemes a fát bekorlátozni, beszorítani egy ilyen gúla fenyőfa alakba, alulról felfelé egyre vékonyodó és egyre rövidülő hajtásaink legyenek. Ne legyen a korona belsejében felkopaszodott rész, tehát mindenhol látnunk kell éves vesszőket. De ha ezek másfél méteresek, akkor túlságosan vegetatív az állapot. Hogyha ezek fél méter, 80 centisek, azok gyönyörű termő alapok lehetnek a következő évekre. Mik ezek a kabáltakasztók vagy csonkok, és mi a szerepük? Ugye ezeknek a sudaras koronáknak az alapja, az ez a központi tengely. Most képzeljük el ezt úgy, mint egy autópályát, ahol a tápanyag és a víz közlekedik. Még gyümölcs nekem a legértékesebb és a legszebb, mindig ami a szállítópálya közvetlen közelében van, hiszen a víznek, a tápanyagnak a gyümölcsig a legkevesebb utat kell megtenni. Mindig ott van a legnagyobb méretű alma a törzsnek a közelébe. Hogyha a törzsem felkopaszodik, és a termőfelület kiszorul ide, ugye itt a legapróbb az alma, itt viszont már fel van kopaszodva a fa. Éppen ezért ezen a központi tengelyen bármilyen elágazást levágok, azt mindig egy csonkkal vágom. Ezelőtt 25 évvel ezért a metszőt leteremtették volna, hogy miért hagy kabáltakasztót. Itt látszik közelebbről ezen a felvételen, volt egy leöregedett termőrészem, elmúlt 4 éves, egy csonkkal levágtam, lett belőle egy új éves vesző. Itt is, ott is, ott is. Hogyha nem hagyok csonkot, akkor eltávolítom az alapi rügyeket. Magyarul nem lesz kihajtásom, nem lesz új éves veszőm, amin ismételten tudok 3-4 évet termelni. Ha az is leterem, megint csonkra vágom, megint nevelek éves veszőt. Tehát nem úgy képzelem el a sudaras orsó koronát, mint egy termőkaros régi orsót, hogy kialakítottam 3 bázág emeletet, és akkor azon én 20 évig almát termelek, csak egyre kijebb és kijebb a központi tengelytől, hanem úgy képzelem el, hogyha a központi tengelytől haladok és elkezd felkopaszodni egy ágrész, azonnal levágom egy csonkkal. Következő évben ott van helyette az éves veszőm, és megint a központi szállítópálya közvetlen közelébe termelem a gyümölcsöt. Nézzünk rá egy pár példát. Itt van közelebbről egy ilyen csonk. Ha nem vágok csonkot, mi történik? Leveszem az alapi rügyeket, nem lesz termőfelület megújuláson. Plusz a lapravágott, úgymond lapravágott oldalelágazásoknál a fa elkezd beszáradni. És a központi szárító tengelyben lesznek ilyen elhalt foltok, szűkítem, folytogatni kezdem a fát. Ezért hagyok csonkokat. Egy ilyen csonk vágása után mindig lesz csúnya reakció, ami felfele megy párhuzamosan a központi tengellyel, tehát konkurálni fog. A zöld meccéskor vagy hajtásválogatáskor letépem, vagy levágom, és meghagyom azokat, amik vízszintes irányba mennek, mert a vízszintes hajtásképletek sokkal könnyebben és hamarabb rakódnak be termőrügyel, tehát egy termékenyebb állapot mindig a vízszinteshez közeli állapot. Mekkora csonkokat vágok? Általában alapszabály, amilyen vastag ágat leveszek, ha 2 centis ágat veszek, akkor 2 centis csonkot hagyok, vagy 2,5-3 centis csonkot hagyok alma esetében. Ha egy 5 centiset veszek le, akkor 5-10 centi hosszúságú csonkot hagyok. Cseresznyénél, Megynél, Szilvánál dupla hosszúság. De fajták közt is van különbség, mert például a Luna, ha nem hagyok egy 2 centis ágnál legalább 5 centis csonkot, akkor besül a csonk. Visszaszárad és nem hagy ki. Tehát a Lunánál még nagyobb csonkokkal, még hosszabb csonkokkal kell dolgozni. Mindenki meg tudja azt ítélni, hogy ez csúnya, vagy nem csúnya. Engem nem zavarnak ezek a csonkok, mert a korona megújulásának az alapjai. Viszont csonkot csak a központi tengelyen hagyok. Oldalelágazáson a vízhajtást, azt alapjába veszem le teljesen, tehát csonk nélkül. Mint ahogy itt is látszik, ismét ott van ez a kép, ugye megy felfele egy hajtás, ami nem való oda. Ha ezt én ollóval levágom, ollóval nem lehet annyira lapra vágni, hogy ne maradjanak rejtett rügyek, ott megint 2-3 vízhajtáson fel fog jönni. Éppen ezért az ilyen hajtásokat én májusban, júniusban letépem kézzel, mert akkor kiszakad tövénél, képződik egy kalluszgyűrű, itt is látszik a képen, hogy kitépem, eltávolítom az alapirügyeket, mert nekem olyan felfele menő vízhajtás nem kell a fába. Cseresznye.
ugyanígy működik a csonkolás. Ez nálam készült múlt héten, ez a kép. Gizella 5-ös alanyú Carmen cseresznye, 9. éves korában. Látszik, hogy a fa a semmi más, 3 méter, 3,5 méter magas, kicsit alulról van fotózva, hogy az ég legyen a háttér, hogy látszanak a rügyek, meg látszanak az éves veszők. Semmi más nincs itt. Mit látunk? Egy baromi jól kifejezett központi tengelyt. Alul vannak ugyan öreg elágazások, de látjuk, hogy ott is csonkoltam, ott is csonkoltam, ott is, szinte mindenhol közelebbről. Ez így néz ki. Itt vannak a tavaly előtt vágott baromi nagyméretű csonkok. Mi történt? Hozott egy éves veszőt, az következő évbe berakódott, és megint ott termelek. És ott van a kis háromszög alakon, még a tetejéhez nem nyúltam, ott még fogok majd igazítani, csak gyorsan megvágtam, hogy tudjak fotózni. Egy ilyen csonkolása folyamatosan fiatal fám van. Nem kell létrázni szedéskor. Ugye drága a munkaerő. Az a gyümölcs van hatékonyan szedve, amit még földről állva el tudunk érni. Egy 3 méteres cseresznyefánál ez 2 méter. A tetőn már nem olyan hatékony a szüret, tehát próbálom a termőfelületet minél lejjebb tartani a földhöz. Ha ez a fa, ez úgy képzeljék el, ez 2 méter. Így, magasságában pedig 3,5 méter. Egy 9 éves cseresznyefa hogy szokott kinézni 6 méter széles? Mellette lehetne a következő. Csak nekem azért van cseresznye, mert nagyon szeretem, hogy legyen a kertbe, tehát nem ültetvénybe fotózgattam. De látszik az, hogy itt már jóval hosszabb csonkokkal dolgozunk, ugyanis a cseresznye jobban visszaszárad, és mézgásodik is. Tehát hosszabb csonkokkal kell vágni az oldal elágazásokat. Még közelebbről a felvétel. 3 évvel ezelőtt vágott csonk, ez legalább 40 centis. Én fogtam egy egész vászkart, innen levágtam fűrésszel. Ott van az új termő rész a csonkból. 2 éves vesző, tele bokrétás terményása. És hozzáférek, le tudom szedni, és folyamatosan megújítom a koronát. Hogyha ez majd elkezd kivándorolni a szélére, és már megint csak a törstől 1,5 méterre lesz cseresznye, fogom, megint levágom egy csonkkal, és nevelek helyette egy új veszőt. Természetesen van olyan, hogy rossz állású, rossz szögállású, meredek veszők jönnek, azt vagy megint levágom, vagy lekötözöm. Attól függ, hogy hiányzik oda a koronába, avagy pedig nem. Szilvánál ugyanez, Szent Julien alanyú 9 éves Topen plusz Szilva, ugyanúgy sudaras orsó, szabad orsó korona, így nézett ki egy hete, így nézett ki valamikor augusztusban. Ugyanúgy csonkokkal dolgozok, a csonkból jön az éves vesző, 2 éves lesz, berakódik, leterem, megint lecsonkolom, megint kidobálom a fából. Itt van az ifjító meccés ideje, mikor érkezik el. Tételezzük fel, van egy nagyobb fám. A termőfelület eltávolodik a törstől. Itt 1 méterig semmi más nincs, vastag, kopasz, ág, semmi. Kint van a periférián a termés. Ilyenkor fogom, 1-2 év alatt kiveszek mindig 1-2 vázágat, nevelek egy új évesveszőt, nevelek egy új vázágat, bár nem szeretem azt sem mondani, hogy vázágat, mert én általában 4-5 éves korban ezeket lecserélem. Semmire nem tekintek úgy a koronán belül, csak a központi tengelyre, ami a fa élete végéig megmarad. Az összes többi az egy játék, egy legó, cserélgetni kell, levágni, csonkolni, új hajtás, új termőfelület, törzshöz közel termelni, picike fákon. Nem kell sajnálni a fát. Ezt meg lehet lépni drasztikusan is, meg lehet lépni fokozatosan, átmenetileg, meg van az az eset, amikor nem biztos, hogy meg kell lépni. Mert ha van a kertben nekem 3 fám, amik hatalmasak, és van helye, akkor nem kell ifjítgatni. Az ifjításnak ültetvény szinten van igazából jelentősége. Drasztikus, többlécsős ifjítás. Ez egy Venn fajtájú cseresznye, sajmeggyalanyon, 50 éves fa. Ott látszik közelről tiszta mézgafolyás, tiszta szú az egész. Miért van ez így? Azért van, mert én nyáron hajnalban, amikor kimegyek, és feketére be van érve a Venn cseresznye, és még hideg a fán, de már van 26 fok, és még hideg az éjszakai cseresznye, imádom. Sajnáltam kivágni ezt a fát, pedig már megérett volna rá régen. Neki mentem pár éve stílfűrésszel, itt vannak a képek. Baromi nagy csonkokat vágtam.
lefűrészeltem. Igaz, hogy egy nagy háromszöget alakítottam ki itt is, csak ennek az alapja 5 méter, 6 méter széles, a magassága szintén 5 méter, de akkor is visszahoztam a fát egy gúlára, hogy felülről ez kapjon nekem napfényt, be is tudjam mondjuk permetezni, meg le is tudjam szedni, tehát a fa odaengedjen saját magához. Itt az eredménye. Ott vannak a régi csonkjaim, kicsit távolabbi kép, ott vágtam a csonkokat, mindenhonnan 2-3 méteres hajtásaim lettek 2-3 év alatt, azok berakódtak, és egy tök fiatal fát csináltam egy 50 éves törzsön. És mondjuk van még neki 6 éve, és majd utána fogom kivágni. Megtehettem volna, hogy az egészet kivágom, mások egy gödröt, és ültetek egy új cseresznyefát, mint faiskolás. Szerintem Feri adtál volna nekem egy cseresznyefát, ugye vihettem volna haza. De inkább megújítottam, vigyáztam rá, ezt a házammal együtt vettem ezt a cseresznyefát, akkor volt 30 éves, már 50 év fölött van, és nagyon finom, tehát ennyire drasztikusan is lehet megújítani egy koronát. Legtöbben meg azt mondják, hogy cseresznyét nem is kell metszeni, ott van 8 éves, már elmagasodott, elszélesedett, termőfelület már csak a szélén van. Lehet úgy is, csak az élettartalma, hogyha folyamatosan ifjítunk, sokkal hosszabb lesz egy ültetvénynek. Egy példát hagyd mondjak, ugye én is gazdálkodtam valamikor édesapámmal, és 95 tájékán, mondtam, hogy Fater, idéntől én metszek, kise, gyere. Az nem lesz jó, az nem lesz jó. Én elővettem a fűrészt. Fater azt mondta, ezt azonnal abban hagyod? Mondom, 10 fa az enyém, jövőre meglátjuk, kinek volt igaza. Beújítottam a 10 fát, nagyon drasztikusan 40 éves idaret fák voltak. Visszavettem a koronát felére, nagyon sok oldalvezért kivettem belőle, combvastagságúakat fűrészeltem ki. Érdekes módon 2 év múlva az én 10 fámon fiatal hajtásuk voltak, és tűzpiros alma, mert kapott fényt. Azt mondta Fater, hogy na, akkor most csináljuk meg gyorsan az egészen, de sajnálom a termést, úgyhogy minden évben csak 200 fát vágunk meg, de azért 5 év alatt szépen visszaállítottuk az ültetvényt. Ez volt 95-ben, tavaly adtuk el az ültetvényt, mert megvette egy gyára a területet, de még mindig termett. A szomszédok meg már rég kihúzták, mert előregedett, tehát érdemes ifjítani. Téli-nyári metszés. Egyrészt soha nem téli metszésről beszélek, hanem mindig azt mondom télvégi metszés. Minél jobban kitoljuk a metszést, annál jobb, ugyanis egy decemberben vágott, decemberben, ha belevágok egy vesszőbe, vagy április elején már zöldbimbós állapotban belevágok egy vesszőbe, az áprilisi metszésnek mindig vízszintesebb hajtásnövekedés lesz a következménye. A korai metszés az meredekebb szögű hajtásokat hoz, és nekünk az a jó, hogyha minél vízszintesebbhez közeli veszők vannak. Természetesen, ha van valakinek 5 hektárja is egyedül metsz, akkor el kell kezdeni november végén, hogy márciusra a végére érjen, tehát nem, vannak ennek határai, de ha van 30 fám, tök mindegy, hogy szilva, vagy alma, vagy cseresznye, toljuk ki a metszést, rügypattanásig, zöldbimbóig is tolhatjuk. Viszont rügypattanáskor már illik megcsinálni a lemosópermetezést, illik lezárni a metszési sebeket is, tehát nem lehet a végletekig várni és a végletekig tökölni, hanem egy értelmes kompromisszumot kell meghozni. De egy a lényeg, hogy a télvégi metszés mindig erősítő jellegű. Metszés nélkül nincs növekedés, minél erősebb a metszés, annál erősebb növekedési reakciót fogok kiváltani. És ezt ki is lehet használni. A nyári metszés az mindig gyengítő hatású, ezt válasszuk két felé. Amit én május vége, június elején csinálok 20-30 cm-es hajtáshoznál, vezérkonkurensek letépése, szándékosan nem azt mondom, hogy metszése, vízhajtásoknak a letépése. Én szeretem a hajtásválogatást olló nélkül megcsinálni, mert ha ollóval csinálom, akkor új hajtás növekedés lesz, így meg kiszakítom a rejtett rügyeket is kézzel. Az május vége, június eleje. A klasszikus zöldmetszési időszak az alma esetében akkor következik be, amikor a csúcsrügyek hajtás növekedése leáll, tehát a hajtások csúcsrügyben záródnak, nincs már zöld vitorla, bezáródott hajtásvég van, arra én még rávárok 2-3 hetet,
Azért várok rá, mert ha jön egy 50-70 milli eső, akkor azt a növekedést még újraindítja. Megnyílik a csúcs, úgy újból elkezd nőni. Márpedig nem kedvező a zöldmetszés után, ismét van egy növekedési hullámom. Minden, nem lehet azt mondani, hogy az augusztus, vagy szeptember, vagy október, vagy július. Minden évben más időpontban záródik a hajtáscsúcs, illetve minden fajtának a hajtáscsúcsa más időben záródik. Az a lényeg, csúcsfügyzáródás után 2-3 héttel jön el az almánál a klasszikus zöldmetszés ideje. Ilyenkor egyéves hajtásoknak, vízhajtásokat távolítok el, meredek egyéves hajtásokat távolítok el, illetve 2 éves részekig tudom a fát kiteríteni. Az a lényeg, hogy a lombfelület 10-30%-át elvegyem a fától. Van-e mindig szükség nyári metszésre? Nincs. Hogyha megfelelő a termőegyensúlyi állapot, akkor nem kell nyáron metszenünk, nem kell klasszikus zöldmetszést alkalmazni. De az olyan fáknál, amiket a képen mutattam, hogy tombol a hajtásnövekedés, nagyon magas a növekedési hormon szint, annak viszont nagyon komolyan neki kell menni a nyári időszakba, és akár 3 éves időségű részekig is vissza lehet menni a metszéssel, és nyugodtan le lehet venni a koronatérfogatnak a 30%-át, hogy le tudjam gyengíteni a fát, hogy az őrült növekedési erejét el tudjam venni. Csonthéjasok zöldmetszése fajtától függ, de van egy alapszabály, szüret utáni 2. héttől elkezdhető. Akkor már nem fogunk növekedési hullámot kiváltani, igaz ez az őszi baracra, a kajszira, cseresznyére, megyre, szilvára egyaránt. És van még egy csomó metszés kiegészítő eljárás. Pont erről beszéltem. Látszik az, hogy itt nem látjuk az almát. Itt zöld lombfalat látunk. Túlságosan erős a vegetatív jelleg. Rámegyek egy zöldmetszéssel, levágom a koronának, itt körülbelül a lombfelületnek a 20%-át levettem a fáról. Magyarul csökkent a fotoszintetikus aktivitás, csökkent a tápanyagellátás, csökkent a fának a vegetatív ereje. A nyári metszés tehát mindig gyengít. Ilyen állapotban, mikor elszabadult a vegetatív növekedés, ilyenkor inkább zölden metszünk, és a téli metszés csak kiegészítő, korrekciós jellegű kell, hogy legyen, mert az ugye erősítő hatású leívelés, lekötözés. Ez itt megint egy suhánk, ott termelődik fent a növekedési hormon, az auxin. Ha én ezt ollóval elvágom, ez lesz a következménye, újra kihajt és elágazódik az oltvány. Tehát lesz egy vezérveszőm, lesz egy vagy két csúnya konkurens, és lesznek közel vízszintes oldalvezéreim. Mitől lesz ez? Attól lesz, hogy kikapcsoltam a csúcsrügyet, ami növekedési hormont termel. Na most ugyanezt, ha ezt a hajtást, ami itt van, én leívelem ide is lekötöm, az auxin az mindig alapi irányba a gyökér felé szállítódik. És mindig a vesszőnek az alsó részén, magyarul alul berakódik, rügyekkel felül pedig erőteljes vízhajtásokat fog hozni. Tehát ha a koronában van olyan vessző, ami nagyon illene oda, de túl meredek, azt én első éves korában leszoktam kötni, inkább, mint hogy megmetszem, tehát a metszést helyettesítő eljárás az a lekötözés. Olyat is csináltunk 95 környékén, 10 hektáron, tehát nem kísérleti jelleggel, hogy 80 centire eltelepített ilyen 1,40 m alma suhángot, nem metszettük koronába, hanem a szomszédfának a tövéhez gyorsan egy gyors kötözővel, egy kötözőgéppel lekötöztük. Megvártuk, amíg ez az ív kihajt szépen, 5 centis hajtás hosszúságon átkötöztük a másik oldalra, úgy volt 2 hétig kihajtott a másik oldal is, elvágtuk a köteléket, lett ilyen tök egyforma S alakú fák, de az aljától a tetejéig tele volt éves vesszővel. Kihajtásra kényszerítettük, metszés nélkül, pusztán leíveléssel, a következő évben berakódott, 3. évre egy hatalmas termést volt képes hozni az ültetvény, utána meg csak válogattuk a termőrészeket rajta folyamatosan. Felkopaszodás. Mit lehet tenni, amikor ilyet látunk a törzsön, hogy van egy 1 méteres koronarész, ami nincs semmi. Ez általában azért nincs, mert nem csonkkal dolgoztunk, és besült az egész. Ilyenkor fűrészem rügy fölött, rügypikkelyek fölött, vagy itt, ahol látszik, hogy kihajtási hajlam van a fába, farészig
kézifűrésszel bemetszünk, megtorpan egy kicsit a szerves anyag áramlás, illetve a hormonnak a gyökér irányultságába történő áramlása. A vágásunk az 6 hét alatt sebszövet képződik, kalluszosodik, viszont annyi elég a rügynek, hogy meginduljon. És ezeket a felkopaszodott koronarészeket is rá tudjuk bírni arra, hogy kihajtsanak. Hozzáteszem, hogy 4 ilyen vágásból 1 vagy 2 jön be, de ha bejön, akkor már nyertünk. És az üres koronarészünkön ismét lesz termővesszünk. Vázakorona alakítása, fenntartása. Ugye miért nem orsó, ha eddig sudaras orsókról, központi tengelyes koronákról beszéltünk, és az olyan jó, akkor minek a vázakorona? Kajszibarack, őszibarack esetében a legtöbb fajta alkalmatlan arra, hogy sudaras koronát alakítsunk ki. Azért, mert genetikailag nem úgy nőnek. Őszibarackból és kajsziból csak a legerősebb növekedésű fajtákat lehet karcsúorsóra vagy szabadorsóra nevelni. A szilvák nem ennyire kényesek, ott majdnem minden fajtát. A kajszi esetében koronába metszést elindítom, ugyanúgy, mint ahogy az első képen láttuk, nő egy új vezérvesző, meg egy csomó oldalvezér. Kivágom a vezérveszőt, megvan a katlan koronám alapja, a maradék oldalvezéreket pedig harmadára, kétharmadára vagy felére, attól függ, milyen erősek, visszavágom. És kialakítok egy ilyen vázakoronát. Ez még metszetlen, múlt héten fotóztam otthon, ez egy 6 éves flavorkot nevezetű öntermékeny kajszibarack, tehát ezen van még mit metszeni. Viszont azért raktam csak ide ezt a képet, mert itt a korona magassága 40 cm. Ez a kompakt váza koronaforma, amit nem 80-90 centiről indítok, mert ha 80-90 centiről indítok, az körülbelül asztal magasság. Ha onnan kezdődik a korona, én körülbelül eddig tudok hatékonyan szüretelni. Ha 40 centiről indítok, több gyümölcsöt tudok földön állva leszedni, és ugye az a hatékony, tehát a kompakt váza koronának a törzs magassága, ez 30-tól 50 centig terjed, és nagyjából egyenrangú vázkarokon termelek. Ami itt befele megy, azt ki fogom venni, éves veszőket le fogom felezni, tehát ez a korona még szépen vissza lesz állítva, de a kajszi meg az őszi igazából a sudaras koronákra alkalmatlan. Gyökérmetszés, ugye ez is metszés, ugye ezt géppel csináljuk, általában házilag eszkábált eszközökkel. Mikor csinálunk ilyet? Amikor nem bírunk a vegetatív növekedéssel, mondjuk tavasszal megfagyunk teljesen, alig van terhelés a fán, ilyenkor mi következik be? Beindul a vegetatív spirál, sok lesz a hajtáscsúcs, magas lesz a növekedési hormonszint, még erősebb növekedés, ez egy öngerjesztő folyamat. Ezt úgy tudom a legegyszerűbben megakadályozni, hogy vagy egyik oldalon, vagy mindkét oldalon elmegyek egy pengével, és a felső 50-60 centin elszaggatom a gyökereket. Elveszek tőle táplálkozási vízfelvételi lehetőséget, hogy lassítsam a növekedést. Vagy bedobok egy hormonális növekedés szabályzást, amit mondjuk biotermesztésben tilos, de a konvencionálisban megengedett. Tehát rámegyek egy paturillal, elágasztatom a hajtásokat, próbálom ismét generatív állapotba hozni. A gyökérmetszés is egy ilyen eljárás, elég gyakran alkalmazzuk. Síkfalmetszéstől a hidegráz, de sok esetben gazdasági szükségesség. Ha van egy meggyültetvény, amin volt egy fagykárom, kicsi a terhelés, muszáj ráengedném a síkfalmetszőt, mert nincs az az ember mennyiség, élő munka és pénz, hogy én azt le tudjam metszetni, viszont utókövetésre van szükség, korrigálni kell, rá kell menni, a gép nem nézi, hogy hol vágja el az ágat, mit hagy meg, mit nem. Egy síkfalmetszés után korrigálni kell. A metszési eszközök, nem tudom, hogy belemenjünk, ez is túl van egy kicsit spilázva az interneten, majdnem minden metszéses fórum az arról szól, hogy az egyik az milyen szarolló, a másik meg milyen jó, minden cigány dicséri a saját lovát. Én legalább 10 féle ollóval metszek, de vannak kedvenceim, és az is meggyőződésem, hogy minden munkára más és más ollótípus való. Egy a lényeg, azt kell észrevenni, hogy én fanatikus voltam, és 15 éven keresztül csak ilyen felkóhetes, jobbkezes forgónyelűvel metszettem, de aztán észrevettem, hogy itt valami történt, mert a 95-ben vásárolt felkó ollóm az még most is jó, amit meg mondjuk 6 éve vettem, az 2 éve cserélni kell a pengét. Hát a felkó átment Kínába,
köze nincs ahhoz a minőséghez, amit mondjuk 20-25 évvel ezelőtt képviselt, és mégis 28-30 ezer forintba kerül egy ilyen Felco olló. A régiek még mindig jók. Helyette nagyon feljött ez az ARS 8-as nevezetű típus, ami nagyon-nagyon kedvencem. Nagy kézben inkább ez való, meg a Felcónak a 2-ese, meg a 6-osa, de ez egy penge minőségben szerintem most verhetetlen az ARS, illetve nagyon szeretem még ezt a lővének a rávágós típusát, meg azt mondom, hogy egy ilyen picike kis Felco 400-os fűrész élettartalma az örök élet plusz egy év. Tehát ha van egy ilyen olló, meg egy ilyen fűrészem, akkor minden munkád, de azt mondom, hogy másokat beszéltem róla, azzal dolgozunk, amivel élvezzük a munkát, és nem nyírja ki a kezünket. Sebkezelés, olló fertőtlenítés. Szerintem nem fertőtleníteni kell, meg nem sebkezelni, hanem normális növényvédelmet folytatni, és akkor már nem kell sebkezelnünk. Fiatal fáknál nem nagyon látom értelmét. Idősebb fák ifjító, stílfűrészes, láncfűrészes meccésénél ott a nagy sebfelületeket érdemes lezárni, de meg kell nézni, hogy olyan sebkezelő anyagot használjunk, amiben nincs indolecet sav. Ugyanis az arra való, hogy ne hajtson ki a fa. Az indolecet sav az ugyanaz, mint az auxin, szintetikus növekedési hormon. Ha bekenem vele a sebfelületet, onnan nem fog kihajtani soha többet semmi. A fagél, meg az általánosan kapható szerek nagyon jók, azt nézzük, indolecetsav tartalma ne legyen ezeknek a készítményeknek. Az ollófertőtlenítés az én hókuszpókusznak tartom, kivéve akkor, ha mondjuk van egy bírsültetvényünk, ahol tombol, elszabadult a tűzelhalás, akkor érdemes fánként lefertőtleníteni téli meccéskor az ollót. Ez általában ipari hipó, vagy 70% fölötti alkohol. A házi pálinka nem jó, 50, vagy nagyon jó, bocsánat, nem arra való, hogy fertőtlenítsünk ollót vele, megvan annak az egyéb irányú rendeltetése, csak láttam olyat, hogy valaki házi pálinkával fertőtlenített ollót, 70% alatt nincsen értelme, mert semmit nem fertőtlenít az alkohol. Fajták közötti különbségek. Két példát hagy mondjak. Ugye alternáló fajták problémája. Egyik évben nagy termés, másik évben kicsi termés. Ez genetikai hajlam, Florina, Galarina, Goldrush, ez a három fajta nagyon erősen hajlamos az alternanciára, tehát a szakaszos terméshozásra. Itt a gyenge termésű években van egy őrületes növekedési hajlam, egy vízhajtás erdő, amikor van rajta terhelés, akkor kevésbé. Tehát a Florina elszabadult éveiben baromi erős zöldmetszés, nagyon gyenge tényi metszés a megoldás. Erős alternancia hajlamú fajták, Florina, Goldrush, Mucsú, Jonagold klónok, elsztárnak a különböző klónjai. A közepes alternancia hajlamúak a Gála, Golden, Galarina és Orion. Minden fajtának van alternancia hajlama, csak van, ahol nem veszük észre, annyira gyenge. Ezek a szuper termékeny fajták, Idared, Redidared, Jeromin, Luna, Sirius, Rosella, Rettopaz, Allegro, Bonita, de a Galivát is ebbe a sorba tenném meg. Nekik is van alternancia hajlamuk, csak jóval kevesebb. Mit tehetünk akkor, ha elszabadult a növekedés? Ugye meccési stratégiát azt úgy alakítjuk ki, hogy erős zöld meccés, késői téli meccés, akár piros bimbóig kitolva, hogy akkor is energiát vegyünk el a fától, tápanyagnak, öntözésnek a visszafogása, de rámehetünk még egy vegyszeres növekedés szabályozással és egy paturillal, hogy elvegyük ezt a őrületes növekedési hajlamot. Pár fotó még példákról, amikről beszéltem. Korona alsó részének felkopaszodása. Látjuk ezeket, központi tengelyes sudaras korona, nem annyira karcsú orsó, inkább egy sudaras orsó korona. Másfél méteres részek vannak, amik semmi nincs a világon, fel van kopaszodva. Itt is látszik, hogy csonk nélkül dolgoztak, nincsen megújulása a koronának.
Itt ezt a két vesszőt, ágrészt érdemes nagy csonkkal kivenni, hogy újból legyen éves vesző növekedésem, és az alja is így nézzen ki a fának, mint a teteje. Hordozzon termőrészt, ne legyen felkopaszodva. Belógó felső korona részek által kiváltott árnyékolás szintén felkopaszodáshoz vezet. Itt már megint kell 1-2-3 évente vágni csonkokat, hogy új növekedésem legyen, de ezt úgy kellett volna a tulajnak megakadályozni, hogy ezekből a felsőkből kellett volna 2-3-at kivenni. Higgyük el, egy almafa körülbelül 10-szer annyi virágot hoz normális évben, mint amire szükség van. Érdemes egyszer mondjuk kicsi fán virágrügyet leszámolni, beszorozni 5-tel. Egy M9-es ananyú oltványon nincsen szükség 110-120-nál több virágra. Holott van rajta 200-300 virágzat, ami 600 virágot jelent. Ha az mind bekötne, az 600 alma lenne. Nem várható el. Kell nekem rá 80-90 alma, ahhoz pedig elég 120 virág. Ha egyszer leszámolunk egy ilyen ágat, hogy mennyi virágrügy van rajta, beszorozzuk 5-tel az annyi virág, mondjuk beköti a 20%-át, mert általában akkor beköti, kiszámoljuk, hány kiló alma van egy ilyen ágon, rögtön fogjuk tudni, hogy az a fa az túlterhelt állapotban van, vagy alulterhelt állapotban. Ez egy nagyon erős túlterheltség, innen, hogyha 3-4-et minden évben következetesen kivágott volna a tulaj, akkor itt alul nem kopaszodott volna fel, mert ez egy fényhiány miatt bekövetkezett termőrész felkopaszodás. Másik, fának a magassága, hol állítsuk meg a fákat? A leghamarabb a termés fogja megállítani, ugye nem a meccés, mert a meccés mindig erősít, mindig növekedés vált ki. Ha szerencsénk van, pont abban a magasságban áll meg a fa, ahol akarjuk, ha nem, akkor muszáj ásudaraznunk, de az ásudarazás az egy olyan sport, amit 2-3 évente megint meg kell csinálni. Látszik, hogy ebben az ültetvényben minden fa ebben a magasságban egyszer vissza volt vágva, mert remélték tőle, hogy majd megáll a növekedés, látható, hogy 2 év alatt ugyanúgy ezt a 1,5 métert visszanőtte. Értékes az is, mert tele van nyárssal, tele van dárdával, tehát termékeny része a fának, viszont alul már nincs semmi. Ha alul lenne és nem lenne felkopaszodva, akkor nem ugrana ki az a felső rész. Valahol a fának ki kell törni, ott fog kitörni, ahol nincsen leterhelve. A sokkal szerencsésebb helyzet ez, amikor beindul egy természetes termőív képzés, magyarul a sudár, vezérvesző alatti rész berakódik gyümölccsel, terhelés alatt leívelődik, az ívnek a tetején mindig ki fog törni, mert itt a növekedési hormon szint lehetővé teszi, ez mikor letermett, fogom, és a következőre visszaváltom, itt elvágom, az berakódik következő évben másik irányba, ívelődik le a fa, és ezt lehet játszani ezt a játékot, egészen addig, míg nem borul fel a fának a termő egyensúlya. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én befejezném, nem is bírnám folytatni, pedig még van egy 3-4 órára való növényvédelem és egyéb, de az egy másik alkalom lesz.